Kritikus helyzetbe került a Maros megyei tanügy. Marosvásárhelynek ugyanis továbbra sincs elfogadott iskolahálózata. A tanfelügyelőség most a helyi önkormányzatot sürgeti, hogy mielőbb orvosolja a helyzetet. Kilátástalan a 8. osztályt elvégző diákok sorsa. A képességvizsga ugyanis már elkezdődött, és június 30-án nyilvánosságra is hozzák az eredményeket. A diákoknak viszont időközben meg kell jelölniük, hogy melyik tanintézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat. Csak hogy erre nincs lehetőség, hiszen Marosvásárhelynek továbbra sincs jóváhagyott iskolahálózata. A tanfelügyelőség átiratban fordult a városi önkormányzathoz. Van hozzávetőlegesen 4850 gyerek, akik hétfőtől azok a bizonyos kódok alapján felszeretnének iratkozni egy liceumba, annak függvényében, hogy milyen osztályzatot érnek el a képességén. Az iskola hálózatot azonban nem hagyta jóvá a városi tanács, és ebből kifolyólag nem nyomtathatom ki a tájékoztató füzetet, mert megszegném a törvényt. A városvezetés viszont visszamutogat a tanfelügyelőségre. Csütörtökre várunk egy átiratot a tanfelügyelőségtől, amelyből kiderül, hogy megtörténik-e a beiskolázás, megvannak az osztályok, a gyerekek van, ahova menjenek, és ezt követően kezdeményezünk egy sürgősségi határozattervezetet, illetve tanácsülést. Amennyiben az átiratot megkapjuk csütörtökön, pénteken megpróbáljuk összehívni a sürgősségi tanácsülést. Az iskolahálózatban egyébként nem fog szerepelni önálló jogi személyiségként a Római Katolikus Teológiai Liceum, mert azt alapfokon törvényen kívül helyezte a bíróság. A tantermek megmaradnak, de a diákokat jogilag átverti a Bolyai Farkas Elméleti Liceum, vagy akár az Unirea Nemzeti Kollégium, tájékoztattak a tanfelügyelőségen.